Köszöntöm nézőinket, jó estét kívánok! Már csak pár nap van vissza az önkormányzati választásig. Október 1-én arról kell döntenünk, hogy kik képviseljék érdekeinket a pécsi közgyűlésben a következő 4 évben. Mi szeretnénk megkönnyíteni önöknek ezt a választást, éppen ezért indítottunk vitafórum sorozatot itt a Pécs TV-ben. Az élő interaktív műsorba azokat a jelölő szervezeteket hívtuk meg, amelyek városi kompenzációs listát tudtak állítani. Ennek az volt a feltétele, hogy legalább a választókerületek negyedében önálló jelöltet is indítsanak. Pécset 7 ilyen jelölő szervezet van, az ő képviselőik már itt is vannak a stúdióban. Engedjék meg, hogy bemutassam őket abban a sorrendben, ahogy a választási bizottság kisorsolta a kompenzációs listák sorszámát. Fratanoló János, a Munkáspárt 2006 képviseletében. Dévényi Sándor, az Összefogás Pécsért Egyesülettől. Veller János, az SZDSZ listájáról. Tasnádi Péter, az MSZP képviseletében. Hofbauer József, Polgári Kör Pécs. Jó estét kívánok. Dr. Mellár Tamás, Fidesz-KDNP. És Pap András, MDF képviseletében érkezett. Az Egyenlet műsorában természetesen önök is bekapcsolódhatnak, várjuk kérdéseiket, észrevételeiket a szokásos elérhetőségeken. Ezeket a műsor alatt folyamatosan láthatják majd a képernyő alján. Mai fő témáink a gazdaság, a foglalkoztatás, a Pólus program és a városfejlesztés. Vitaindítól nézzük meg azt az összeállítást, amit a gazdaság és munkaerőpiac helyzetéről készített Bodor Gergő kollégám. Pécsett a városban tevékenykedő bejegyzett vállalkozások száma az elmúlt ciklus során folyamatosan emelkedett, évi 0,7%-os arányban. Míg 2002 év végén számuk megközelítőleg 25 ezer volt, a 2006-os év közepére meghaladta a 26,5 ezret. Ebből a valóban tevékenységet folytató cégek alig vannak többen 18 ezernél. A vállalkozók több mint felét továbbra is az egyéni vállalkozók alkotják. A tőkeerős, több mint 250 főt foglalkoztató társaságok ritkaságnak számítanak, nem csak Pécset, de egész Baranya megyében. Ágazati megoszlásban a legtöbb vállalkozás a gazdasági szolgáltatást választotta fő profiljául, számuk az összes vállalkozás csaknem 40%-át teszi ki. A második legnépesebb gazdasági ága kereskedelem volt, amivel a vállalkozások több mint negyede foglalkozott. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az ipari, építőipari cégek állhattak fel. Sokat fejlődött a városban az elmúlt években a kereskedelem, több bevásárlóközpont és szakosodott hipermarket nyitotta meg kapuit, és az elkövetkező években is érkeznek hasonló létesítmények a városba. A folyamat miatt kisebb kereskedelmi egységek és belvárosi üzletek zártak be, vagy béreltek üzlethelyiséget bevásárlóközpontokban, korábbi helyüket átadva távol-keleti üzleteknek, termékeknek. A Pécsre látogató belföldi turisták száma az elmúlt 4 évben nem emelkedett, míg a külföldi látogatók száma a korábbi évekhez képest erőteljesen csökkent. Míg 2001-ben több mint 17.300 külföldi látogatott Pécsre, ez a szám 2006-ban már nem érte el a 12.000-et sem. Nem beszélhetünk az elmúlt ciklusban komoly ipari fejlődésről Pécsett, bár a Pécsi Ipari Parkban az utóbbi években néhány jelentős beruházás megvalósult, többek között a BAT és az Alexandra kiadó is itt adta át új logisztikai központját. Emellett a kereskedelmi ágazat képviselteti magát az ipari parkban, sőt egy nagyobb volumenű beruházás a vállalkozói falu is itt fog megépülni a város tervei szerint. Sajnos az elmúlt ciklusban sem vált megközelíthetőbbé városunk, sem autópálya, sem autóút nem köti össze a fővárossal, illetve régióközpontokkal. Az elmúlt ciklusban úgy tűnik sikerült az önkormányzati tulajdonban lévő társaságoknak megszilárdítaniuk piaci helyzetüket, ha nem is mindegyik cég tudta nyereségesen zárni költségvetését évről évre, legalább komolyabb mértékben nem növelték adósságállományuk. A piaci helyzetnek megfelelően igyekeznek a társaságok más tevékenységekkel is bevételhez jutni, ennek egyik legszembetűnőbb példája a Mecseki Erdészeti ZRT által létrehozott Mecsextrém Kalandpark Árpád-tetőn. Ezen kívül komoly beruházás volt a Pannon Power Holding ZRT biomassa tüzelésű blokkjának az átadása is. 2002-ben Baranyában 5,6%-os volt a munkanélküliségi ráta, ami 2005 végére 7,3%-ra emelkedett. A megye foglalkoztatási problémái Pécsett súlyozottan jelentek meg. 2005-ben több mint 22 ezer munkanélkülit tartottak nyilván Baranyában, ez 1998 óta a legmagasabb létszám a megyében.
A Baranya megyei munkaügyi központ Equal, ROP és HEFOP pályázatok segítségével, civil szervezetek bevonásával törekedett az elmúlt időszakban elhelyezkedést segítő programokat indítani. A szervezet emellett fogó programokkal igyekszik javítani az állástalanok helyzetén. A megyében a munkaügyi központ több mint 1,5 milliárd forintot fordíthat foglalkoztatási célfeladatok végrehajtására. Idén legtöbbet a közhasznú munka támogatására, a pályakezdő fiatalok segítésére és a foglalkoztatást bővítő bértámogatásokra fordították. Tavaly a közszférában történt leépítések érintettjei számára is indított egy a civil szférában történő elhelyezkedést segítő programot a munkaügyi központ. A város foglalkoztatási koncepciója elsősorban a hosszú ideje állás nélkül lévő, már a különböző munkaügyi nyilvántartásokból is kikerült emberek helyzetén kívánt javítani. Számukra azonban csak tranzit, vagyis átmeneti foglalkoztatás keretében lehet munkát adni, mivel olyan régóta vannak már munkanélkül, hogy életvitelük teljes átalakulásával jár együtt munkavállalásuk. Az ilyen foglalkoztatásra jelentkező embereket általában közcélú, közhasznú munkára osztják be. Szerencsére már évek óta hasonló feladatot ellátó szervezetek, így például a Juvita KHT, a Ketanipe Egyesület, vagy a Miók Alapítvány mellett újabban egyre több új civil szervezet is fontosnak tartja a közhasznú tranzit foglalkoztatás szervezését. Az Egyenleg Fórum sorozatában már eddig is sok mindenről beszélgettünk, szó volt az oktatás, az egészségügy, a kultúra és a sport fejlesztésének kérdéseiről. Mai témánk pedig valójában átöleli ezt az egészet, hisz mindennek az alapja, minden fejlesztésnek az alapja egy jól működő gazdaság lenne. Feltételes módban fogalmaztam, hisz általános vélemény az, hogy Pécsett elsődleges feladat lenne a gazdaság felélénkítése, ami egyben a foglalkoztatás helyzetén is javítana. Önök hogyan látják ezt, és milyen lépéseket tennének, tesznek majd? Ki kezdeni a sort, uraim? Akár kezdhetem is, hogyha... Tehát azt gondolom, hogy azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Pécs városa a rendszerváltás előtt bányaváros volt. Hiszen volt két működő bányánk, amely két bánya, a szénbánya és a duránbánya rendszerváltás környékén, illetve a szénbánya a rendszerváltás környékén, a duránbánya pedig a 95-ös években körülbelül akkor zárt be. Tehát annak idején ezt a hatalmas munkanélküli tömeget valamilyen módon foglalkoztatni kellett volna. A város igazából 96-tól kezdve foglalkozott a foglalkoztatással, hiszen attól kezdve a Gazdasági Tulajdonosi Vállalkozási Bizottság pályázatokat írt ki, és így tudta a közhasznú foglalkoztatást támogatni. Tehát lassan a Pécsnek át kell alakulnia egy szolgáltató várossá, hiszen egyetemi város, kultúrváros, most a Európa Kulturális Fővárosa címért, tehát címet elértük, és annak a megvalósítása következik. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban a kultúra felé kell a városnak nyitni. Természetesen az sem lenne baj, hogyha az ipari park benépesülne. Ennek egyik akadálya az, hogy nehezen megközelíthető a város. Reményeink szerint azért, mire elérjük a 2010-et, addigra ez az autópálya megépül. Ugye három helyről lehet megközelíteni a várost, levegőben, vasúton és közúton. Hát a levegő az megvalósult, a Pogányi repülőtér. Tehát azt gondolom, hogy ettől kezdve a szolgáltató és kulturális város mellett elindulhat a gazdaság fejlesztése, fejlődése. Az Összefogás Pécsért Egyesület hogyan képzelni el a gazdaság fellendítését? Ez egy nagyon szertágazó probléma. Én egy elemet emelnék ki belőle. A városgazdaság lényeges eleme lehet a takarékos város, a megtakarítások növelése. A város költségvetésének nagy részét az intézményének az üzemeltetése, intézmények fenntartása veszi el. Akkor, hogyha a város igénybe vennél civil szervezeteknek a segítségét, fokozatosan, hangsúlyozom, nagyon finoman és ütemezetten,
bizonyos szolgáltató, főleg a humánpolitikában érdekelt intézményeit civil szervezetekre ruházhatná, civil szervezetek működtetésére bízhatná. Ezek a, elsősorban az egészségügyben, a kultúrában, oktatásban található intézményekre gondolok. Olcsóbb lenne? Igen, olcsóbb lenne. Csak egy példát hadd mondjak. Pécs testvérvárosa, Felbach városa, ahol egy nem van túl régi, egy pár évvel ezelőtti adat, ezeknek a szolgáltatásoknak már mintegy 90%-át civil szervezetek végzik. Ennek több előnye van. Egyrészt a civil szervezetek a források bevonásába könnyebben mozognak, tehát egy város nem tud minden pályázaton részt venni, ezeknek a köre meg van kötve. A forrásokat könnyebben meg tudja szerezni egy civil szervezet, önkénteseket tud bevonni a betegellátásba például, stb. Oktatásba. A felbahi példa az körülbelül 10-15%-os költségvetés csökkentést eredményezett ezen a téren. De ez hogy lendítené fel a gazdaságot? Ez a gazdaságnak azt az ágát érinteni, ami a kiadásokra vonatkozik. Ez is nagyon fontos dolog. Tehát több pénz maradna, több jutna arra, hogy a gazdaságot érinkítsük. Általános városfejlesztési kérdésekről még talán majd még beszélhetünk. Természetesen. Az SZDSZ hogy látja mindezt? Hát kezdjük ezzel a szűkebb témával, a városi költségvetéssel, mert ami Dévény úr felvetett, az egyértelműen erről szól. Na most azt tudomásul kell venni, hogy a városnak a költségvetése működési oldalon évente mindegy 24-25 milliárd forintot tesz ki. Ennek egy része valóban kiadhat a civil szervezeteknek, erre kezdeményezések vannak, reméljük, hogy a következő években ezt tudjuk bővíteni. Ez a felszabaduló pénz azért alapvetően nem marad itt a városnak más célra, hisz normatívák kapcsolódnak a legtöbb működtetési feladathoz, és ezek a normatívák természetesen a civil szféra felé ki fognak menni, tehát egyfajta állami támogatásba ők részesülnek. Tehát egy sokkal kisebb összeg az, ami marad majd valódi városfejlesztés, illetve gazdaságfejlesztési témára. Nyilván ezeket ki kell használni. Elsősorban nem önmagukban fognak ezek sokat jelenteni, hanem egy lehetőséget teremtenek a városnak a megnyíló új pályázati formákhoz több önrészt tud majd biztosítani. Beszéljünk akár kulturális fővárossal kapcsolatos projektekről, vagy pólus projektekről, vagy a többi a nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódott fejlesztési lehetőségekről. Mindenhez kell önrész, ez megteremteti az alapját, hogy legyen is önrész a városnak. Tehát az egyik út ugye, hogy a kiadásokon faragjunk, csökkentsük, a másik viszont az lenne, hogy a bevételeket növeljük, ehhez viszont gazdaságra van szükség itt Pécset is, a gazdaság fejlesztéséről. Ez az alapkérdésünk, az MSZP hogy vélekedik? Úgy gondolom, egy városi önkormányzatnak és egy városi vezetésnek az az alapvető feladat, hogy a gazdaság számára a feltételrendszert és a körülményeket próbálja megbiztosítani. Ez azt is jelenti, hogy vállalkozás barát környezetet kell teremteni ebben a városban is, amelyik azt segíti elő, hogy azok a vállalkozások, amelyek itt telepedtek, meg hogy itt működnek, sokkal könnyebben tudjanak a városi tudjanak működni. A városi önkormányzatnak az lett az egyik szerepe, hogy a vállalkozások számára a bürokratikus akadályokat próbálja megcsökkenteni. Ebben beleértem az egyablakos rendszernek a működtetését, tehát hogy lehetőleg a vállalkozónak ne kelljen állandóan rohangálni különböző engedélyeket és iratokat beszereznie. Ez az egyik feltétel, amit a város mint önkormányzat, illetve hivatal tud segíteni. A második dolog az a itteni vállalkozások számára a lehetőségek biztosítása, amit sokszor elmondanak, hogy ebben a városban nagyon gyakran különböző multinacionális cégek tudnak csak munkákat megnyerni. Én úgy gondolom, egy városi vezetésnek az a feladata, hogy a következő években, főleg amikor jelentős források érkeznek a városba, a minőség és az ár mellett próbálja meg azt figyelemmel kísérni azt a lehetőséget, hogy minél több helyi itteni adót fizető és itteni munkaerőt foglalkoztató vállalkozás telepedjen meg a városban, vagy a meglévők minél több lehetőséget kapjanak. Tehát egyfelől jó lenne, hogyha jönnének a nagyok, de ezzel tönkre is teszik a kicsiket. Most akkor melyik ujjunkat harapjuk? Én úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel, ennek a kérdésnek a megoldásához feltétlenül először tisztázni kellene azt, hogy azok az ipari vállalatok, amelyek jelen pillanatban Pécset vannak és tevékenykednek, ezeknek az itt maradásának a feltételét meg kell teremtenünk, és ezt biztosítanunk kell. Ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen a nagy vállalatok a pécsi ipari foglalkoztatottak nagy részét lekötik, és ha valamelyikük elmegy, abban a pillanatban itt nagyon komoly munkanélküliség léphet föl.
Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy én szerintem az ipar és a gazdaság fejlesztésnél feltétlenül figyelembe kell venni a kereskedelmen, szolgáltatáson és a kultúrán túl. Ennek a városnak szüksége van hagyományos iparágakra, gondolok gépiparra. Ezeknek a feltételrendszerét kell megteremteni a mi véleményünk szerint. Ehhez feltétlenül szükséges a már többször, itt többünk által említett közlekedés megközelíthetőségnek a megteremtése, vagy a javítása, mert az, hogy van egy repülőterünk, ez jelent valamit, de igazából ez nem tömegközlekedés. A tömegközlekedés feltételeit kell javítanunk, ez vonatkozik a vonatra és a közúti közlekedésre is. Röviden ennyit. Mit tehet egy városvezetés, hogy minél több gazdasági szereplőt ide csalogasson a városba, hiszen gyönyörű ez a város, kultúra fővárosa lesz, imádjuk ezt a várost, és mégsem jönnek a nagy cégek, sőt, sokan inkább elmennek. Teljesen egyetértek ezzel. Azt gondolom, hogy az alapvető probléma a gazdasággal kapcsolatosan az, hogy a gazdaság szerkezete nagyon rossz. Ugye az ipari termés az elmúlt időszakban csökkent, foglalkoztatás szintén csökkent, olyan szektorok, mint a turizmus, amit említettem más is, jelentős mértékű csökkenést kellett, hogy elszenvedjen az elmúlt években. Ugye nem szeretném sokkolni a nézőket, de 1990-hez képest felére csökkent egyébként a külföldieknek ide látogatás, a KSH-s adatról van szó, vajon mi indokolja ezt? Tehát, és azt gondolom, hogy egy valóban húzó ágazat lehetne. Tehát mindenképpen arra kellene koncentrálni, hogy valamilyen módon egy egészséges struktúrát kialakítani. Tehát az ipari technológiai parkokkal valóban kellene egy ipari lábat is létrehozni, mert ugye elhangzott a bejátszásban is, hogy a vállalkozásoknak 40%-a a szolgáltatásokba tevékenykedik. Ez nem jó így, tehát nagyon fontos persze, hogy ott is legyenek megfelelő számba, de azt gondolom, hogy ez eléggé sebezhető. A kis és középvállalkozások helyzetét javítani kell, hiszen ők azok, akik a foglalkoztatást valamilyen módon növelhetik. Egyetértek egyébként a szocialista fölvetéssel, hogy nagyon fontos lenne a pályázatoknál erőteljesen előtérbe helyezni és figyelembe venni azt, hogy kis és középvállalkozások kapjanak lehetőséget, hiszen ők a leginkább munkahelyteremtők és nem a nagy multik. Turizmusfejlesztés. Azt gondolom, hogy kiemelkedő fontosságú. Sok pályázatra lenne szükség, ahhoz, hogy a fiatal diplomásokat helyzetbe tudjuk hozni, hiszen 2,5-szer annyi a fiatal diplomások között a munkanélküli, mint egyébként. Tehát ez itt egy nagyon szorító dolog, és nagy a felelőssége a városnak, hogy ebbe tegyen valami. És programokat kell indítani, hogy a külföldi tőkét is valamilyen módon vonzuk, mert ahogy megnéztem az adatokat, az látszik, hogy jóval kevesebb a külföldi tőke bevonása itt ebben a régióban, mint amit egyébként az a fejlettség is indokolna, illetve az, hogy tulajdonképpen itt azért egy jelentős mértékű német kisebbség is van. Az MDF mit lépne a gazdaság érdekében? Megbocsássanak, uraim, én ezeket a lemezeket üdes tovább 15 éve hallgatom. A kis és középvállalkozások támogatásáról, a turizmus fejlesztéséről, a termelőipar meghonosításáról, befektetők ide csalogatásáról és egyebekről. Ehhez képest tény és való, hogy a város költségvetési helyzete romlik, nem azt mondom, hogy tragikus, de romlik. Ehhez képest nyilvánvaló az, hogy az ország gazdasági helyzete a tönk széle felé táncol. Ehhez képest nyilvánvaló az, hogy fogy a vállalkozók száma a városban, az országban, adják vissza napról napra az igazolványokat az új intézkedéseknek is köszönhetően. Az is igaz, hogy Pécsett, ami egyetemi város, elhagyják a fiatal értelmiségiek, a pályakezdők. A megyében vannak olyan területek, ahol nem lehet orvos találni egy orvosi egyetemmel a háttérben, például Harkányban. Úgyhogy ezek a szép, bocsássanak meg, de szólamok, ezek valahol a jámbor ruhajok keretében tudom én ezeket elhelyezni. Vegyük elő egyszer ezt a bizonyos költségvetést, hogy a számoknál kezdjük. És a nem olyan régen megjelent újságban is lehozott adatokat, amely összekötve az Európa Kulturális Főváros projekttel együtt, ugye valamiféle, ahogy mondják manapság, ugye kitörési, mindenki kitörni akar, én csak egy picikét szeretnék már fölemelkedni. Tehát a 2006 év után jelentkező felvállalt pénzügyi kötelezettségek összesítése. Ezt az önkormányzati képviselők megkapták, én nem vagyok az, gazdasági szakember sem vagyok, bár hát ne tanárként tartsanak, talán nyilván, mert idestóba több mint 20 éve a gazdaságból élek, és 10 éve pedig a idegenforgalomban néhány tízezer embernek adtam szállást, talán nem csak elégedetlenek, tehát valamilyen rálátásom talán van. Tehát a kötelezettségek, amelyeket a város vállalni kíván, összesítésben jelentkeznek itt.
Érdekes módon nincsen összeadva. Én összeadtam, ez a következő három évre 21 milliárd 117 millió forintot jelent, mindazon felül, amit pillanatnyilag a költségvetés ugye produkálni képes, azokon a mínuszokon és azokon az adósságokon felül, azokon a láthatóan növekvő hitelállományon felül, ami a működésre is megy már, ugye nem csak beruházásokra veszünk fel hiteleket. És akkor megkérdezem önöktől, hogy egyáltalán hol van itt, vagy van-e valahol politikai felelősség ebben a kérdésben, vagy egyáltalán hogyan fogjuk ezt? Ezeknek az elemei a Zenei Konferencia Központtól a regionális könyvtáron át, a Tüskérséti Fejlesztési Programig és a Csokonai Általános Iskola rekonstrukciójáig és a panelprogramig, ezek tartalmazzák ezeket. Ezek nem az államtól, központból érkező pénzek, hanem ezek az önrészt tartalmazzák, amit mi szeretnénk itt megvalósítani, mindazon felül, azon a deficites költségvetésen felül, amit egyébként hát mindenki elismer. Akkor én azt szeretném kérdezni, hogy uraim, hogy nem rózsaszín lufikat engedünk, ez nem légvár, amit építgetünk. Én laikusként, de azért gazdálkodóként azt merem mondani, hogy ennek a reális esélye, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, talán a negyedét, hogyha kiszabadna tűzni, és nem volna szabad itt ma a választáson olyasmikkel ámítani az embereket, hogy mindez meg fog így valósulni. Tessék elővenni a szórólapokat, az ígéreteket, itt olyan ígéretek hangzanak el, amivel egyszerűen olyan ígéret spirál, amire halálbiztosra lehet venni, hogy ezek nem fognak itt megvalósulni. Itt hallatlan, szigorú költségvetési fegyelemmel, rendkívüli takarékossággal, a csúszópénzeknek, a korrupciónak és a fecsérlésnek mindenfajta megakadályozásával lehet valamit elérni, a lehető legfegyelmezettebb városvezetéssel, tehát szakítani kell itt sokféle gyakorlattal, és akkor van annak esélye, hogy azok a beruházások, amit itt végre fogunk, és adja az Isten, hogy tudjunk végrehajtani a következő néhány évben, és felkészüljünk erre a kulturális fővárosra, aminek a hozadéka akkor jelentkezik, ha ezeket meg tudjuk csinálni, hogy ezeket valahogy össze tudjuk hozni. Hát én ennek esélyét nem látom ezekkel a feltételekkel és ezekkel az ígérgetésekkel, amire most itt pillanatnyilag készülünk. Bocsássanak meg, hogyha kicsikét... Igen, most már én tettem volna pontot. Parancsolja. Sikerült végre önnek is pontot tenni. Tehát a költségvetés lehet itt a kulcsszó. Tehát önök hogy látják, a költségvetésen kell-e fordítani, a számokon kell-e fordítani, vagy pedig maradjunk az eredeti témánknál, mégiscsak a gazdaságot kellene egy kicsit fejleszteni, hogy nem mindent az önkormányzatnak kelljen megvalósítani, hanem a gazdasági szféra is szerepeljen. Veller úr kezét láttam legelőször. Köszönöm. Már csak azért is kértem szót, mert az elmúlt 4 évben a Költségvetési Bizottságnak a tagja voltam, és hát amit elhangzott számok, valóban igazak, tehát ezek mind olyan kötelezettségvállalások, amelyeket az önkormányzat az elmúlt évben különböző programok keretében megtett. Ennek van egy nagyon pozitív oldala, amit lehet, hogy vitatkozó partnerünk nem mérlegelt. A város rendelkezik programokkal, nagyon konkrét programokkal. Rendelkezik a kulturális fővároshoz kapcsolódó 5 fő projekttel, annak a megvalósíthatósági lehetőségeivel. Rendelkezik pólushoz kötődő programokkal, és rendelkezik olyan a lakosságot általában érintő programokkal, amelyek viszonylag magas állami támogatás mellett megvalósíthatók voltak részben az elmúlt években, panelprogramra gondolva, és lesznek a feltétlenül a következő években is. Egy olyan lehetőség, amit nem lehet elszalasztani. Kétségtelen, hogy magas a hitelállomány. Ezt is lehet mondani, ez a hitelállomány nem ért el még a kritikus szintet, és megvan a fedezete. Tehát van egy olyan vagyon a háttérbe rendelkezéssel, még mindig az önkormányzatnak olyan vagyona, amelyből ezek a hitelek kigazdálkodhatók. Tegyük hozzá meg azt is, hogy ezek nem rövid lejáratú hitelek, hanem ezek között vannak 25 évre szóló hosszú lejáratú hitelek, és az éves teher nem éri el még egyelőre az 1 milliárd forintot, ilyen 6-700 millió körül összeget tesz ki pillanatnyilag. A lehetőség tehát még mindig megvan, és ezzel élni kell. Most lehet azt mondani, hogy leállítunk mindent, nem csinálunk semmit, ez egy nagyon kiváló program lenne, éppenséggel nem kellene csinálni semmit néhány évig, akkor a város leszősüljene ténylegesen arra a szintre, ahová az ilyen jellegű megnyilvánulások vinnék. Köszönöm gyors szépen. Reakciókat kérek szépen. Mellár úr, Hofbauer úr, majd Fratanoló úr és Tasnádi úr jelezte, hogy szólni kíván. Kérem uraim, hogy röviden, hogy tudjunk minden kérdésről beszélni. Igen. Tehát az első dolog az, hogy kicsikív igaz, az 22 milliárdos kötelezettségvállalás, ugye ezt én már összeadtam 2 héttel ezelőtt, és a Dunántúli Naplóban egy cikkbe ezt le is írtam. Tehát mindenképpen ez egy nagyon jelentős elköteleződés, tehát az új vezetésnek azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz az, hogy valami
valamilyen átütemezést hozzon létre, mert különben nincs, nem lesz mozgástér, és különösen nem lesznek fejlesztési források az Európai Kulturális Főváros Program megvalósítására. A hosszú lejáratú hitelek állománya 12 milliárd, az önmagában nem aggasztó, ez egy kezelhető méretű, és egyetértek vele róla abban, hogy igenis fontos az, hogy fejlesztések legyenek. Sokkal aggasztóbb egyébként a rövid lejáratú, amelyik most már 6 milliárdra kúszott föl, ami gyakorlatilag egy bizonyos forráshiányt és finanszírozási problémát jelent. Azt gondolom, hogy az, amit meg kéne oldani mindenképpen rövid időn belül. Köszönöm. Hofbauer úr? Én nagyon röviden szeretném, hogyha külön választanánk a város költségvetését, és külön választanánk a város gazdaságát. Ez két külön kategória. Én úgy gondolom, hogy papír előtt itt mindenki a gazdaságról beszélt, és nem igazán hangzottak el olyan nagy szavak, amelyeket ne lehetne megvalósítani. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő közgyűlésnek az a fő feladata, hogy a kis- és középvállalkozásoknak a hátteret biztosítsa. Röviden ennyit. Szerintem az elmondott példa az akár pozitív is lehet, hiszen mint amelyet Papúr felsorolt, az mind fejlesztési hitelek. Én azt gondolom, hogy és olyannyira igazak, hogy már a Meszesi iskolában például elkezdődtek a munkák. Tehát a közbeszerzési eljárások lefolytatódtak sok helyütt, tehát azokból a programokból. Tehát azt gondolom, akár pozitív is lehet, hogyha működtetésre vette volna föl a város ezeket a hiteleket, vagy tervezte volna be ezeket a hiteleket, akkor most nagy baj lenne, és akkor szégyelném azt, hogy az elmúlt 4 évben ennek a testületnek tagja voltam, most meg büszke vagyok rá, hogy ilyen nagyívű fejlesztések lesznek a városban. Tasnádi úr, megvalósulhatnak-e a fejlesztések, lesz-e rá fedezet? Én úgy gondolom, persze lehet mindenféle számokat kiragadni és előhozni egy ilyen rövid beszélgetés keretében, arra nincs lehetőség, ezért végigbeszéljük. Többek között azért azt el kell mondani, hogy a 6 milliárdos működési hitelkeretnek soha nem használta ki a város a teljes összegét, hanem jelen pillanatban is 3 a fere összeget használ ki körülbelül. Én is egyetértek az a Hofbauer úrral, hogy az előtte hozzászólók mind a gazdaságnak a helyzetéről beszéltek. Azért nagyon téves út, hogyha valaki azt hiszi, hogy az önkormányzata mindenható és mindent meg tud tenni. Úgy gondolom, hogy önkormányzatnak az a feladata, hogy a város gazdasága számára a feltételrendszer biztosítsa. Nagyon álságos ez a gondolkodás, amit egyesek itt mondanak, hogy persze az elmúlt években a városban szinte alig történt valami. Akkor el kell dönteni, hogy azok a fejlesztések, amelyek megvalósultak, és részben hitelből, mint nagyon sok önkormányzatnál az országban, többek között az oly sokat emlegetett Debrecent hozták példaként föl, ahol sokkal magasabb a hitelállomány az önkormányzatnak, ott is jelentős mértékben fejlesztés hitel. Ha fejlesztésekre folytottak ezek a források, akkor úgy gondolom, hogy nem követtünk el rossz hibát, ebből iskolák épültek, buszok kerültek vásárlásra, repülőtér épült, és hosszan lehetne sorolni, ezek a hitelek mire lettek felhasználva. Én úgy gondolom, hogy ha a közszférának egy nagyon fegyelmezett gazdálkodását tudja a városi önkormányzat megvalósítani, és a feltételrendszerét megteremteni, akkor igenis ezek a nagy beruházások, amelyek megvalósíthatók, működni fognak ebben a városban. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nem kell mindent az önkormányzati forrásban megvalósítani. Nagyon rossz úton jár egy önkormányzat, hogyha azt gondolja, hogy mindent csak neki kell finanszírozni. Igen, a önkormányzat teremtse meg a vállalkozói szféra működésének a feltételét, és egyre több fejlesztésbe, beruházásba a vállalkozói szférát, illetve a működőtékét máshonnan is be kell vonni. Igen, ez lenne a mai témánk. Fratanó úr, egy mondatban gondolom ezt a témát kívánja lezárni. Illetve a kérdésnek a második fele a foglalkoztatás. Tehát a városnak azt gondolom, hogy más lehetősége nincsen, csak az úgynevezett szociális foglalkoztatást elősegíteni, és erre a város nyitott volt az elmúlt 8-10 évben. Épp ezzel szerettem volna váltani, hogy akik most minket néznek, nézők, pécsiek, őket leginkább ez úgy érdekli, hogy van-e munkám, nincs-e munkám. Tehát ha működik a gazdaság, akkor nyilván a pécsiek közül többeknek lesz munkája, kevesebb lesz a munkanélküliség, tehát a gazdaság és a foglalkoztatás kérdései szinte teljesen összemosódhatnak. Önök hogyan látják, van-e esély arra, hogy Pécset csökkenjen ez a drasztikus munkanélküliség? Beller úr? Hát természetesen ezt kell megtalálni, ennek a módját. Itt már elhangzott a gazdaságfejlesztés kapcsán a bevezetőben, tehát az első hozzászólásokban, hogy milyen fejlesztések, illetve telepítések történtek az elmúlt évtizedben, vagy 15 évben jobban mondva. Ezt nagyon röviden hadd zárjam én azzal a gondolattal, hogy
nagyon szerencsétlen helyzetben volt Pécs és Baranya és a Dél-Dunántúl is. Akkor, amikor a tőke megmozdult és ellepte Kelet-Európát, és ebben, ha úgy tetszik, éltanuló volt Magyarország, akkor Dél-Dunántúlon egyrészt a közlekedési problémák, amelyek ma is megvoltak, akkor is jelen voltak, és volt egy háború tőlünk délre. A tőke úgy döntött, hogy nem jön erre a területre. Mindenki megpróbált mindent, a német kisebbségtől kezdve, a multikon keresztül mindent, csak egyet kellett tudomásul venni, a privatizációs befektetéseken kívül szinte semmi nem jött. Az egyedüli, aki jött, az már a 90-es évek második felén a ma is meglévő legnagyobb cégünk, aki végül is egyszer úgy volt, hogy elment, de itt maradt. Ez az egyedüli cég. Nagyon sok vitában elhangzott, hozzatok ide még 5 ilyen nagy céget, és meg lesz oldva egy életre minden problémája a gazdaságnak. Ezt látni kell, nem igaz. Egyrészt nem jön a tőke, megszűnt Európa keleti részére a tőkevándorlás, főleg Magyarország nem célterület, ezen belül még mindig nem a Dél-Dunántúl, hanem még mindig Közép-Magyarország, az Alföld egyes részei a célpontokat. Ide nem jönnek. Ki kellett találni valami mást annak érdekében, hogy legyen foglalkoztatási lehetőség. És ebben az adottságainkat kellett újra számba venni, tudományt, a technikának, technológiának azt a rendszerét, ami ehhez köthető, kapcsolható, és ez alapján próbáltunk az elmúlt másfél-két évben új programokat megfogalmazni, és remélhetőleg, hogy ezek a következő időszakban a második nemzeti fejlesztési terv részeként kerülnek előtérbe, és lesznek megvalósíthatók nem a következő 4 évben, hanem a következő 7 évben, tehát amíg az Európai Uniónak a költségvetéshez a 7 év szól. Hogyan teremtel a munkahelyeket? A Fidesz Mellár úr jelezte, hogy szólni kíván a témához. Igen, ahogy az előbb is már utaltam rá, valóban egy alapvető probléma, és azt gondolom, hogy itt is tulajdonképpen a legnagyobb probléma, a Pécs városát nézzük, akkor nem is annyira a munkanélküliség nagysága, mert a Dél-Dunántúli régióban és Baranya megyét is az egészet nézzük, tulajdonképpen Pécset egy nagyon kedvező foglalkoztatási helyzet van, a munkanélküliségi ráta itt harmada egyébként a megyei vagy a régiós számnak, hanem sokkal inkább a probléma a strukturális aránya az, hogy, és én azt tartom aggasztónak, hogy nagyon sok a pályakezdő munkanélküli és a diplomás munkanélküli. Tehát én azt gondolom, hogy egy programnak mindenképpen erre kellene első lépésbe összpontosítani, hogy azt szüntessük meg, amit látok magam is ugye ingázóként, hogy hétfőn tele van a vonat, diplomásokkal mennek fel Budapestre dolgozni, és pénteken pedig jönnek vissza. Nagyon jó lenne, hogyha ezeket az embereket meg tudnánk itt tartani, mert akkor ugye itt a helyi fogyasztásra és a helyi adófizetéssel jobban hozzá tudnának járulni azokhoz a bevételekhez, ugye, amely a költségvetés, ez mindenképpen szükséges lenne. Én azt gondolom, hogy itt mindenképpen a már elmondott dolgok mellett, tehát ugye, hogy valóban a technológia fejlesztésre és ez a tudás alapú gazdaságnak a megteremtése, ez ebbe segíthet, de emellett én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak a turizmusban. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt az egész pólus programot ki kellene egészíteni egy negyedik lábbal, ami mindenképpen a turizmus fejlesztése lehetne. Most már azért nincsen délszláv háború, reméljük, hogy nem is várható onnan. Tehát én nem értem igazából, hogy miért nem lehet több turistát idehozni, különösen külföldi turistát, meg kéne próbálni sokkal ambiciózusabb programokat tenni ez irányba. Pécset valóban kedvezőbb a munkanélküliségi helyzet, mint a régió néhány kisebb településén, de azért ez nem okoz örömet számunkra, hiszen a jövőben további elbocsátások várhatók, ugye most éppen a közszféra került sorra, aztán az elmúlt években nem is egy gyár üzem zárt be itt Pécset, tehát folyamatosan nő azoknak a száma, akiknek éppen nincs munkájuk. Tehát a foglalkoztatás kérdései tényleg nagyon érintik a pécsieket. Hogyan látják ezt a többiek, Fratanuló János? Azt gondolom, hogy amikor elhangzott, hogy az önkormányzatnak olyan helyzetet kell teremteni a városban, hogy a működő tőke, a vállalkozások ide jöjjenek, nagyon fontos feladata a városnak, hogy, és ez beletartozik ezbe a körülménybe, hogy a szakképzést olyan helyzetbe hozza, hogy piacképes szakmát biztosítson a fiataloknak, a munkásoknak. Ma, hogyha ide jelentkezne egy nagy multi komoly szakmunkát igénylő beruházással, akkor nagyon nagy baj lenne. Én azt gondolom, 24. órában vagyunk, megalakítottuk a megyével közösen a szakképzési tanácsot, amely
szakképzési tanács ezekre dolgoz ki, illetve szakértők kidolgoznak programokat. Tehát a szakképzés az egy nagyon fontos kérdés, hiszen ma a munkanélküliek jó része szakképzetlen, tehát őket valamilyen helyzetbe, olyan helyzetbe kell hozni, hogy akár ezeket a komoly szakértelmet kérő multikat ki tudja szolgálni. Tehát én azt gondolom, hogy a következő nagy lépés a város önkormányzatának, hogy ezt meg kell, hogy tudja oldani. Az iskolákban olyan programokat kell elindítani, hogy, és olyan reklámokat kell. Tehát igazából ma minden fiatal számítógép programozó meg nem tudom, mi szeretne lenni, és egy jó lakatos, egy jó festő, egy jó esztergályos, ugyanolyan értékes ember az országban, sőt, mint egy diplomás. Hát azért Pécsett nagyon sokan jó szakmával, sőt jó diplomával rendelkezve is munkanélkül vannak, tehát azért rájuk is kell gondolni, Összefogás Pécsért Egyesület mit tenne? Civil szférájában például segíthet-e? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ma, amikor például az Elkotek 90 kilométerről hordja a munkásokat, akkor, amikor a Haunyba egy jó esztergályost Hamburgból akarnak hozni, a Haunyi anya gyárából, amit ugye megszüntettek közben, mert a közelben nem találnak szakmunkást, akkor hiába mondjuk azt, hogy bizonyos szakmában munkanélküliség van, az elmített szakmában, tehát a diplomásokban túlképzettség, amikor ezekben nincsen. Tehát a városnak nincsen munkaerő. A városnak törekedni kell ennek a struktúrának az átprogramozására. Most az igazi probléma szerintem nem is itt van, hanem országos a probléma. Tehát úgy veszük, hogy azért Pécsett azért találnak munkát az emberek. A baj az, hogy nem tudnak megélni a fizetésükből. Az a baj, hogy kevés az a pénz, amit ezzel keresnek, és ez viszont egy országos probléma, nem helyi. MDF-nek van-e véleménye a foglalkoztatás javításáról? Igen, én megint csak a múltba kell egy picit visszatekintenem. De inkább a jövőről beszélünk. A jövőre mutatóan szeretnék erről beszélni. Igen. Éppen ugye, hogy a költségvetés kapcsán, a terveink kapcsán én úgy látom, és az MDF is úgy látja, hogy ezek részben az eddigiekben a fejlesztések, ezek is túlerőltetett, ugye a hitelekhez vezető, a város eladósodásához vezető, és ráadásul igencsak döcögve, igencsak sok hibával végrehajtott beruházások voltak. Gondoljunk arra, hogy Árpád népe, ugye a nomád népe egy sátrat nem tud főverni éveken át, ugye itt a városban is botrányok sorozata kíséri ezt a beruházást, és hasonló dolgok. Az egyik nagy veszély az, hogy amit elhatározunk, amit megcsinálunk, amiben belekezdünk, abban is rengeteg hibát vétünk. És ebben én megint csak azt mondom, hogy ez vezetési felelősség, ezért szorgalmazzuk a város vezetésének a megváltoztatását egyértelműen. Azok a gazdaság élénkítő programok, amelyekről itt ugyancsak általánosságban beszélünk, például a befektetőknek az idevonzása. Egy apró kérdés, hadd legyen ez egy bizonyos értelemben pártok közötti vita is. Bretter Zoltán, az önök polgármester előttje az SZDSZ-ben például egyre arról beszél, hogy ugye befektetőket kell idehozni, ugye, és mint a városnak a külügyére, az elmúlt 4 évben kb. 92,5 millió forintot utazott el a közpénzből. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy tessék szíves lenni megmutatni azt, hogy hol van az egyetlen egy befektető, aki ennek révén ide jut, érkezett, vagy mutassa meg azt a forintot, amelyiket itt ennek révén például befektettek a városban. Mert erről mondjuk nem számolt be a város közgyűlésében, mert ennek a beszámolásáról szóló ugye, napirendi pontot ezt elhalasztották ide, tehát el fog múlni a 4 év úgy, hogy nem számolnak be arról, hogy hova költötték el a közpénzt. Például. Ez egy érdekes dolog, tehát itt a közpénzeknek az elköltés, itt nagyon jelentős tételeket tesz ki. Azon túl itt van például a turizmusnak az oly sokat általánosságban emlegetett fejlesztése. Én ebből élek, kérem, édes tovább 10 éve, és próbálok valamit a dologba csinálni. Hagy egyetletet például ad mondjak. Nálam nem egy régi 56-os amerikás-magyar megszállt már, akik közvetlenül szívesen befektettek volna, vettek meg városi ingatlanokat, és önkormányzati tulajdonban lévőt, és fejlesztették volna különböző célokkal. Tehát annak megfelelően magyarok Pécshez kötődő, ide jártak iskolába, itt diákoskodtak például.
Miért nem jutott még eddig? Én már javasoltam többször, eddig senkinek sem eszébe, most 56 kapcsán esetleg el lehetne hívni, lehet egy ilyen gyűjtést már ezeknek az agyaknak és nagyon jó menő vállalkozóknak az összegyűjtését, elhívását, mondják meg, hozzák ide, nézzék meg, mibe tudnának befektetni. Én saját magam eljártam ilyenekkel, úgy rúgták ki őket, hogy egyszer nevetve mentek el, mert hát egyszer nem találkoztak azok a lehetőségek az ő igényeikkel, ami egyszerűen nevetséges. Bocsánat, hogy félbeszagítom, folytassuk tovább a reakcióra, megadom a szót Weller Jánosnak. Köszönöm. Hát én nagyon örülök, hogy a szezon meg a fazont ilyen ügyesen össze tudjuk keverni, és megint előkapunk egy számot, ami több költségvetési beszámoló nyilván összeállítható, csak nem nézzük meg, hogy ez valójában mire is lett kifizetve. A városi önkormányzatnak és intézményeinek a nemzetközi kapcsolatai kerültek annyiba, amit Papa András úr az előbb említett számot 5 év alatt. Ebben benne vannak azok a kulturális és egyéb politikai és nem politikához nem kötődő civil szervezeteknek, társadalmi szervezeteknek az utazásai és azok támogatása, ugyanúgy, mint az önkormányzat egyes politikusainak az útjai, amelyek nem minden esetben a gazdaságfejlesztési célra mentek. Természetesen voltak ilyen kezdeményezések is, nagyon sokan jöttek vállalkozók és a különböző rendezvényekre, de én azt hiszem az önkormányzatnak nem az az elsődleges feladata, hogy kimenjen egy zsívvására és kérdezze meg ki az, aki be akar fektetni Pécset Baranyába, hanem a feltételekről adjon tájékoztatást, a lehetőségekről adjon tájékoztatást, és ilyen utomódon nagyon sokan jöttek a városba, ezek közül volt, aki itt telepedett meg, és ha már így merült fel a kérdés, akkor hadd mondjam el ezt, hogy egészen véletlen pártvonalon került az előbb már Dévény úr által is említett Elkotek Pécsre. Ők nem Pécset, hanem Miskolcon döntöttek úgy, hogy lábat vetnek, ott jegyeztették be a céget, és aztán úgy döntöttek, hogy Magyarország mégsem az a hely, ahol be kellene fektetni, és hazaindultak. Amikor az akkori államtitkár Pécsre irányította őket, szerencsékre tudtunk velük találkozni, tudtunk nekik olyat mutatni, produkálni, amire azt mondták, hogy itt jönnek, és ma 7000 embert foglalkoztatnak uraim. A legnagyobb foglalkoztató, nagyobb az egyetemnél, nagyobb az önkormányzatnál. Foglalkoztatással kapcsolatban még Hofbauer úr véleményét, illetve Tasnádi úrét fogjuk meghallgatni, és aztán tovább lépünk a következő témára. Nagyon röviden szeretnék csatlakozni a Fratanoló úrhoz és a Dévény úr által elmondottakhoz. Anélkül, hogy a szakképzésünket ne alakítanánk át a piaci igényeknek megfelelően, törvényszerű, hogy lesznek olyan munkaerő felesleget kibocsátó iskolák, amelyek miatt pont a pályakezdők kerülnek olyan helyzetbe, hogy nem tudnak megfelelőképpen elhelyezkedni. Én úgy gondolom, hogy ez az alapkérdés, ezen mindenképpen változtatni kell és szükséges. A másik része a foglalkoztatásnak, ami az én megítélésem szerint az elmúlt 4 és 8 évben jó irányba ment, ezek a közmunkáknak a megszervezése és közmunkásoknak az újra munkába való állásukba való segítése, ez úgy érzem, hogy pályázatokon keresztül tényleg a megfelelő irányba megy, és egyre bővül. Tasnádi úr. Valóban kulcskérdés a foglalkoztatás tekintettel arra, hogy az Európai Unióban is a cél a teljes foglalkoztatottság. Éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy a lehető legtöbb ember tudjon munkát találni ebben a városban. Én is elsősorban a képzésnek az átalakítását tartom fontosnak, tekintettel arra, hogy pontosan ezért jött létre Pécset a térségi integrált szakképző központ, amelynek az a célja, hogy azt a összefüggés rendszer keretében próbálják rendezni a képzést, hogy per pillanat Pécsvárosában, illetve a Pécsi kis térségben ugye 3800 álláskereső van, aki álláskeres magának. Ezzel párhuzamosan 1200 üres álláshely van ebben a kis térségben, mert a képzési struktúra és a konkrét álláshely alatt nincsen összhangban. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lesz, hogy olyan rugalmas képzéseket indítsanak el az intézmények, ezzel foglalkozó cégek, amik az elhelyezkedést lehetővé teszik. Két dologra szeretnék még reagálni, az egyik a turizmus, amelyet többen többféle összefüggésben beszéltek. Valóban úgy gondolom, hogy mindent el kell követni egy sokkal hatékonyabb marketing munkában, hogy minél több turista érkezzen ebbe a városba. Itt sokkal többet kell tenni, mert ebben rengeteg tartalékunk van. A másik a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan. Itt is előre kell lépni a városban, hogy olyan gazdaságfejlesztési irodát vagy központot kell működtetni, amelyik az ide befektetni szándékozó és itt megtelepülni szándékozó egyéni vállalkozókat, cégeket
informálja, pontosan kiszolgálja, és erre nem elegendő egy 1,5 fős ITD Hunger iroda két sárosában. Sokkal koncentráltabb és sokkal hatékonyabb információs bázis kell kialakítani, mind az önkormányzat hivatalában, mind pedig erre szakosodott cégeknél. Beszéltünk arról, hogy vajon milyen forrásokból lesz lehetőség arra, hogy további fejlesztések valósulhassanak meg a városban, és részben már említettük a Pólus programot is. Ezt most már minden pécsi tudja, hiszen sokat beszélünk róla, hogy 2007 és 2013 között mintegy 100 milliárd forintnyi fejlesztési program nyílik meg. De mielőtt erről kifejtenék véleményüket, előbb nézzünk meg egy rövid összeállítást arról, hogy mit is jelent a Pólus program. 2005. decemberében született meg az a kormányhatározat, ami a magyar fejlesztési pólusokról szól, és amelyek elindulhatnak a megvalósítás útján. A miniszterelnöki hivatal meghatározta a fejlesztési pólusok irányítási és vezetési rendszerét, és szerződést köt a pólusban szereplő 5 régióközponttal, amelyben egyértelműen rögzítik a kötelezettségeket, feladatokat, határidőket. A fejlesztési pólusok stratégiája és operatív programja az innováció, a gazdaságfejlesztés, a regionális funkciók bővítése, illetve a vonzó befektetési környezetet eredményező városfejlesztések köré épül. Pécs városa már korábban megkezdte felkészülését a pólusra. Néhány hónappal a kormányhatározat meghirdetése előtt elkészült Pécs, mint versenyképességi pólus gazdaságfejlesztési stratégiája a város, a megye és a kamara felkérésére, de a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara komoly segítséget nyújtott vállalkozásainak a klaszter szervezés során is, illetve felmérték a pólusba illeszthető elképzeléseket és célorientált szakképzési rendszert hoztak létre a projekt érdekében. Pécs az életminőség pólusává szeretne válni a jövőben, így a város a saját és régiója adottságaira építve a térség gazdaságát az egészségiparhoz, a környezetiparhoz és a kulturális iparhoz rendezi át új együttműködési rendszerekbe, kihasználva az ágazatok innovációs törekvéseit, illetve a megnyíló piacok adta új lehetőségeket. Az operatív program projektjeit összegyűjtötte a város, több mint 120 projekt ötletet nyújtottak be, ebből közel 50 esetében már a kidolgozás stádiumánál tartanak. A stratégia és operatív program vezér projektjeinek megvalósíthatósági tanulmányá fejlesztéséhez a kormány biztosít forrást a versenyképességi pólusként definiált 5 vidéki nagyváros részére. A pólus programot tekintve jelenleg az előkészítési fázisról beszélhetünk, a projekteket jövőre lehet beadni a második nemzeti fejlesztési terv pályázataira. A különböző elképzelések részletes kidolgozására a város közel 80 millió forintot kíván fordítani, ezt az összeget várhatóan még regionális források is kiegészítik. A tét nagy, hiszen Pécs és térsége számára az elkövetkező Európai Uniós tervidőszakban 2007 és 2013 között több mint 100 milliárd forintnyi fejlesztési forrás nyílik meg. Amennyiben a projektek támogatást nyernek, akár jövő ősszel megindulhatnak a fejlesztések, és 2008-ra a beruházások nyomán már új munkahelyek jöhetnek létre. A pécsi tervek között a filmstúdiótól a médiakutató intézetig, laboratóriumok, kísérleti központok tervei fogják majd a pólusban a kulturális és környezetipar innovációját generálni, de az egészségipar is húzó ágazattá válhat, többek között a gyógyszerkutatás, a biotechnológia és a termékfejlesztés terén. Pécs tehát az életminőség pólusává szeretne válni a jövőben. Vajon garancia erre ez a lehetőség? Önök hogyan látják, valóban ilyen nagy dolog ez? Dévény úr. Közeledünk a városfejlesztés témájához, azt hiszem, sőt, talán ketté bontani a pólus programot és a városfejlesztés nem is lenne célszerű, hiszen a pólus program a város fejlődésének a jövőjét hordozza magában, legalábbis céljaink, vagy a eddigi célok szerint. Hát én ehhez valamelyest közelebb állok, hiszen építészmérnökként, a Dél-Dunántúli Építészkamara elnökségi tagjaként nap mint nap találkozom városfejlesztési kérdésekkel, problémákkal. És amikor készültem erre a mai beszélgetésre, néhány gondolatot összelejegyeztem magamnak, amelynek a bevezető mondata az volt, hogy a város fejlesztési kérdéseket, és hát ebbe a pólus programban tartozó fejlesztési dolgokat is nyitottan az emberek bevonásával, minél szélesebb körben megvitatva, minél több ötletet felhasználva, és az ötleteket kielemezve, és nem elfelejtve kell megvalósítani.
Ebben óriási lemaradásunk van, és ez szinte azt kell, hogy mondjam, hogy az eddigi fejlesztési tervek szinte háztáiba készültek, és a beleszólása nehezen volt nem csak a közembennek, hanem még az olyan szervezeteknek is, mint az építészkamara például. Úgyhogy a rossz példák között én rögtön itt hármat is följegyeztem, amelyek közül az első a nemzeti fejlesztési terv, amelyre alapul aztán a pólus program. Másodikként rögtön a pólus programot írtam rossz példának, hiszen azok a projekt elemek, amiket a pólus programban ma találni lehet, igencsak esetlegesek. Jó, hogy arra a három fő fejlesztési célra, amit a nemzeti fejlesztési tervbe ugye meghatározunk, ami elhangzott a műsorban is, ez a bejátszás, azt hiszem, egy kicsit régebben készült, ma már bizonyos dolgok ehhez képest változtak, mint amit láttunk. Úgy érzem, hogy előkészítetlen, adhok jellegű a nagy többsége. Mondok csak egy példát. Nagy örömmel láttam, hogy a pólus programban benne van egy olyan projektelem, hogy az evangélikus egyház Bardóf Gusztáv szeretett otthonának a bővítése, fejlesztése. Ez véletlenül került bele a projektbe azért, mert az evangélikus egyház évekkel ezelőtt erre a fejlesztésre valamilyen tervet készített, ezt a tervet előhúzta, és kapva kaptak a pólus program összeírói, hogy ez bekerüljön. De kérdem én, hány ilyen terv van még? Hány ilyen terv az, ami most nem került bele a pólus programba, amelyik 7 évre meghatározza a város fejlődését? Itt óriási felelőssége van a magyar kormánynak és a mostani magyar kormánynak, hiszen a pólus program megalapozására hozták létre a pályázat előkészítő alapot, a PEA-t. Erről nem nagyon tudott senki. A PEA előkészítő, a PEA kiírása törvénytelen volt, kérem szépen. Az építészkamara beperelte a Magyar Köztársaság miniszterelnöki hivatalát, és elsőfokon ezt a PEA-t az építészkamara megnyerte. Barát Etele államtitkár úrral szemben. Tehát ő volt akkor a vezetője ennek az intézménynek. Ezt a pénzt arra kellett volna fordítani, hogy a szervezetek terveket készítessenek, és fel tudjanak készülni arra, hogy a pólus programban benyújtsák az elképzeléseket. Ehelyett a kormány kiadta egy idegen szervezetnek, amelyik a PEA pénzét, és amelyik, hát azt kell mondjam, szabadon garázdálkodott vele, és azt a tényt is elhallgatta, hogy, illetve úgy adta be, hogy a PEA pénzek, tehát a pályázat előkészítő alappénzei önkormányzatok számára hozzáférhető. Csak nem ez lett volna, hanem mindenkinek hozzáférhető lett volna. Nos. Szerintem adjuk meg a többieknek is a szót, aztán visszatérünk, ha lesz időnk. Tehát a pólus programot önök hogyan látják többiek? Tényleg csak probléma van vele, vagy egy lehetőséget, kiugrást jelenthet? Csak probléma van, én azt mondtam, hogy rosszul kezdődik a dolog. Nem így kell kezdeni. Nem így kell kezdeni, és ez 7 évre meghatározza a városnak a lehetőségeit. Az, hogy hogyan tudjuk bevonni a közösségeket, az embereket, egy ilyenben millió forma van, hagyományos módszerek, fórumok, kiállítások, stb., de internetes fórumok. Egy város fejlesztését közcéllá kell tenni. Ezt jó reklámtevékenységgel, eladható termékként kell a város polgárai elé tárni a város fejlesztési célokat, marketinggel. És a interneten keresztül mindenki hozzászólhat, és ezeket az értékeket, ötleteket beépítve kell kialakítanunk közösen a város fejlesztési céljait. Hofbauer úr jelentkezett. Én tulajdonképpen annyit tudok mondani erről a pólus programról, hogy megítélésünk szerint a városnak egy nagy kiugrási lehetőséget biztosító dolog ez. Úgy gondolom, hogy azok a megfogalmazott célok, amelyek itt célként szerepelnek az életminőség pórusába, ha azok megvalósulnak, 30-40 évre meghatározzák a város jövőjét és életét. Abban egy kicsit egyetértek Dévényi úrral, hogy a pályázatoknak az előkészítettségén bizony javítani kell, de ehhez az is hozzátartozik, hogy nyugodtan merni kell ezekben a pólus pályázatokban merni nagyot álmodni és megcsinálni. Ebben olyan lehetőség van, mind anyagiakban, mind támogatottság szempontjából, amely lehetővé teszi például, csak egy példát mondva, az egészségiparnak a tényleges meghonosodását Pécset, és nem csak kis vállalkozásokban gondolkozva, hanem komoly nagy inkubátorházba, komoly nagy innovációs kutatóközpontban gondolkozva, amely lehetőséget teremthet ennek az iparágnak a hosszú távú megragadására itt Pécsre, Pécset. És a többiről most még nem is beszéltem, pedig lehet.
Pratanuló úr, aztán Weller úr is jelentkezett, majd Mellár úr hallgatjuk meg. Én azt gondolom, hogy a tengernyi pénz fog ide jönni. Tehát ez, én nem is merem már mondani, hogy kitörési pont, mert akkor hátra megint kapunk. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy ennek ellenére, hogy ekkora összegről van szó, senkinek nem szállt el az agya, tehát valahol a realitás talaján tervezte meg ezeket a programokat. Tehát ez a legfontosabb tétel ebben, meg az a másik, hogy végre a megye nagyvárosai egymásra lesznek utalva, együtt kell, hogy működjenek ebben a pólus programban. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy komoly kitörési lehetőség, és valóban itt elhangzott, hogy hosszú távra meghatározza a város életét. És ennek a pólus programnak az egyik legfontosabb eleme az EKF program, amelyre senki nem mondhatja, hogy nem megfelel az előkészítése. Egy kicsit meg vagyunk csúszva, de azt gondolom, hogy végrehajthatóak ezek a programok. Erről volt egy külön műsorunk, és talán ezt most ne részletezzük, Weller úr. Köszönöm, bár meghallgattam volna még Mellár úrnak a véleményét is, de hadd kezdjem azzal, hogy úgy tűnik a pólusról a vita partnereim körülbelül úgy tudnak, amennyi elhangzott az előbbi bejátszásban, vagy nem sokkal többet. Egyet kell látni, a pólus nem magyar találmány. Kettő, a pólus nem városfejlesztési program, a pólus egy régiófejlesztési program, méghozzá egy régió gazdaságfejlesztési programja, ami arról szól, hogy egy innovatív, tudásalapú, tudásközpontú fejlesztés induljon, amihez a vállalkozások csatlakozhatnak. Tudom, az alappélda az messze el tőlünk, nem vagyunk olyan helyzetben, mint például a francia Toulouse, ahol a repülőgép gyártás került a középpontba, és erre fűztek utána több ezer vállalkozást, és indult el egy olyan gazdaságfejlesztés, amire kevés példa volt, és ellensúlyozták Párizs központú térségnek a fejlesztését, vagy fejlődését. Itt egy hasonló témáról volt szó, csak egy nagy gond volt, milyen témát tegyünk a középpontba. Ezt a hármat sikerült úgy megtalálni, ami mögött tudás, innováció lehet, és ami megmozdíthatja ezt a gazdaságot. Emellett a három ágazat mellett, ami elhangzott, vannak úgynevezett horizontális ágazatok, amelyek kapcsolódhatnak ehhez, ebből következően fejlődhetnek és segíthetik ennek a fejlődését. Ezek a horizontálisok, az innováció, az informatika és bizonyos fokig az idegenforgalom is, hisz például az egészségiparhoz alapvetően kapcsolódik a turizmus fejlesztése. Egyáltalán a konferenciák kapcsán, konferenciaturizmuson keresztül, a tudás átadásán keresztül egészen a gyógyászatnak az utógondozásáig, a rekreációig, a gyógyfürdők és gyógyklaszterek, ami ugyancsak a bejátszásban egy mondattal elhangzott, mind kötődik hozzá, mind a turizmus fejlesztését szolgálja valahol, tehát horizontálisan ott vannak ezek a problémák. Azt mondta Dévény úr, hogy a projektek esetlegesek. Hadd mondjam erre azt, hogy lehet, hogy úgy tűnik esetlegesek. Van 8 vezérprojekt, aminek egyik része az, amit Fratan János is mondott, az EKF-nek a projektjei, de emellett a bejátszásban elhangzott akár a mozgásszervi klinikai központ, akár az egészségügyi kutatóközpont, hogy csak az egészségügy területét mondjam, de mondhatok hasonló példákat a másik két területről is. Az összes többi projekt, ami nevesítve lett, az tényleg egy kicsit önkéntes alapon ment, egyébként nyitott a kérdés, csak ha úgy tetszik a kamarai vezetők, akiket ugye említettek, ugyancsak a bejátszás, hogy megnyitettek, 62 olyan találkozón vettek részt, ahol ismertették ezeket a célokat, feltételeket, és azt is elmondták, hogy hol lehet ezekhez a különböző adatlapokhoz feljutni, hová lehet projektet továbbítani, ami a rendszerbe bekerül. A rendszerbe bekerült az Evangélikus Egyház Baldauf szeretett otthona is, de ebbe is van innovatív fejlesztés, ez nem egy egyszerű szociális otthonfejlesztési program, hanem lényegesen több. Tudom, én csináltam a tervét. A működésről annyit, hogy vannak vezérprojektek. A vezérprojektek a második nemzeti fejlesztési tervben, illetve azok operatív programjaiban közvetlen projektként kerülnek megfogalmazásra, és közvetlen finanszírozásba fognak valószínű megvalósulni. Van a másik része, a többi projekt, azoknak meg kell találni a helyét, hogy melyik operatív programban fog megvalósulni.
Lesz humán operatív program, lesz a VEGOP, tehát a vállalkozás erősítő gazdaságfejlesztési operatív program, és lesz ROP, ahol ugyancsak ezek a projektek hozzáférhetnek támogatáshoz az elkövetkezendő 7 évbe. Ez nem lezárt folyamat, ez egy keret, egy nyitott folyamat, ahol csatlakozni lehet, bárkinek van projektje, megtalálhatja az interneten a pillanatnyálást, megtalálja azokat az adatlapokat, amivel lehet projekttel jelentkezni, és teljesen nyitottá lesz. És hadd mondjak még egy mondatot. Elkészültek a filmben említett tanulmányok a közelmúltban. A rendelkezésre álló forrás egy részét elkülönítették azzal, hogy amikor ezek elkészültek, egy marketing akciót készítsenek, hogy ismertebbé tegyék még inkább ezt az egész pólus programot, mert való igaz, hogy ezt ki kell vinni a gazdaságba, hogy minél többen tudjanak kapcsolódni hozzá. Pólusról Mellár úr, Pap András, aztán Tasnádi Péter, és utána szeretném, hogyha nézői kérdésekre is egy pici időt hagynánk, mert nagyon-nagyon sok kérdés érkezett, de akkor a pólust most fejezzük be. Igen, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy halatlan nagy lehetőség, de mindenkit szeretnék óvni, hogy túlértékeljük ennek a jelentőségét, hiszen, ahogy elhangzott, ugye ez egy régiófejlesztési program, és itt tulajdonképpen nem csak a Pécs városról, hanem az egész régióról van szó, és ugye nyilván ez különböző módon fogja majd érinteni. Természetesen persze ennek a régiónak központja Pécs, tehát bizonyára ő fog sokat, vagy a lehető legtöbbet profitálni. De ugye csak akkor is abban esetben, hogyha ezt megfelelően ki lesznek töltve projektek. Ugye elhangzott, hogy 8 vezérprojekt elkészült, de vajon kérdéses lesz, hogy ezek a projektek valóban megállják-e majd a helyüket a megfelelő versenybe. Tehát én azt gondolom, hogy ma még nagyon óvatosan kell ezzel bánni, és az, hogy mennyi pénz fog ide be jönni, ugye ez ugyanaz tulajdonképpen, hogy országos szinten is történik, hogy az EU-ból majd a következő hét esztendőbe ide jön 8000 milliárd forint, de hát ahhoz nekünk rengeteg dolgot meg kellene csinálni, többek között a kófinanszírozás, meg megfelelő programokat kialakítani, és azt gondolom tehát, hogy ez egy halatlan nagy munka lesz. Na most, hogy az is elhangzott itt, hogy gyakorlatilag itt legelőször talán 2008-ban lesznek ebből pénzek, amiket föl lehet használni jó esetben, vagyis addig is valamit kell tenni, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan égető kérdés és probléma van, amelyeket meg kell oldani, tehát most nem lehetne és nem szabadna abba a hibába esni, hogy azt mondjuk, hogy kérem, majd ezen keresztül bejön mindenfajta pénz és mindenfajta fejlesztési lehetőség, és ezekkel a problémákat megfelelően meg lehet oldani. A harmadik dolog pedig az, hogy jelentkeznek itt olyan konfliktusok ezzel az egész pólus program megvalósításával, amelyre már eddig is figyelni kellett, és azután még inkább, hogy vajon, hogyha a környezetvédelmet mi kiemelt programnak tekintjük, akkor vajon hogy jön ez össze azokkal a környezetszennyező tevékenységekkel, csuprakkal, amelyek ma is vannak, és amelynek a fejlesztése továbbra is folyik. Vagy ha az egészségügyet és az oktatást szeretnénk jelentősen fejleszteni, ezek hogyan egyeztethetők össze azokkal a reformokkal, amelyek itt megvalósulnak, illetve ezeknek eredményeképpen, például az oktatás fejlesztése és a humántőke fejlesztése eredményeképpen, olyan tudjuk-e itt majd helyben alkalmazni ezeket az embereket, mert pótlagos addicionális források ebből jönnek. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket mind-mind végig kell a következő szokból majd megfelelő szinten tárgyalni, hogy azt mondhassuk, hogy ez valóban egy sikertörténet lesz. Mi az MDF véleménye a pólus programról? Nem szeretnék ismét harapós lenni, mert azt higgyék már, hogy itt mindenki fejét akarom venni, vagy csak a KK-n is csomót keresek. Nyugodtan. Vagy talán nem szeretném a várost, vagy nem ismerném el azokat a sokszor látványos fejlődést, ami a városban történt. Ugyanakkor ennek a fonákját is érdemes megnézni, és ugyanezek a veszélyek, ezek továbbra is fennállnak, amik az eddigi, ha nem is ilyen nagy léptékű fejlesztéseken, mint a pólus program, vagy akár az Európa Kulturális Fővárosa. Tehát mi arra szeretnénk elsőbb a fölhívni a figyelmet, hogy milyen buktatói vannak ezeknek a nagyszabású programoknak, éppen tanulva a saját hibáinkból. Egy picit szálljunk le, tehát itt tudom, hogy lelkesítő dolog az, és erről beszéltünk, hogy tengernyi pénz fog ide érkezni. Ezekből a tengernyi pénzből is, hogyha rosszul előkészített, kihasználhatatlan beruházásokat és elsősorban építkezéseket, ugye, tehát anyagi épületeket kívánok részt létrehozni, akkor nem biztos, hogy elérjük vele a célunkat. Nekem is és nekünk is, azt hiszem itt az MDF-ben, az az egyik elsődleges elképzelésünk, hogy itt a városban, ha valamiben érdemes investálni, akkor az a szellem.
a szellemi tőkét, tehát a fiataljainknak a tudását kell kibontakoztatni, egy iskolavárost kell kiépíteni, ami az óvodától az egyetemig, vagy akár a halálig tartó tanulásra épül egy egyetemmel a háttérben, és jó felkészült tanári gárdával a háttérben. Tehát hogyha erre tudjuk mi építeni, ha akkor van fogadókészség, akkor tudjuk kihasználni ezeket a pénzeket, amelyeket ugye az EU fejlesztésekből tudunk majd idehozni, ahogy ezt szokták ugye mondani. Csak ekkor van esélye annak, hogy valódi tartalommal tudjuk megtölteni ezeket a beruházásokat, és ne üresen kongó magas házak maradjanak utána, vagy bányagödrök, vagy éppen elhagyott aknák és egyebek, amelyek ugye, vagy akár beszéljek akár a 30 évre alkalmas panelházaknak a sokaságáról, hanem olyan, hogy egy kicsikét továbbra, hogyha építkezünk, akkor legyen annak tovább gondolt működtetése is, legyen a gyerekeinknek elképzelhető jövője arra, hogy miképpen fogják itt eltölteni az életüket. Én ettől tartok, hogy itt olyan sok mindenbe belakadunk, olyan sok légvárat építünk most magunknak, hogy közben az apróságokról, a lényeges dolgokról elfeledkezünk, és igazából azt nem látjuk, hogy ezeknek a pénzeknek hol lesz valahol majd a Páfrány utcán, a város peremén, a szegényeknek, a nyomorban élőknek valami, hogyan jut el az ő javukra is valami. Mert itt egy picikét sokszor olyan érzésem volt, mint a nem arra, de egy ilyen magasabb tudományos szinten, egy kicsit leöntött szószal, de mint az 50 vagy 60-as éveknek, én még meghallgattam ugye a nagy tervprogramjai, nagyon szépen hangzó dolgok is vannak, csak ugye az ördög az a részletekben van, a végrehajtásban van, és ezzel kapcsolatban bizony vannak komoly aggályaim. Köszönöm szépen. Légvár, szósz, vagy hasznosan el fogják költeni ezt a sok száz milliárdot? Hát én ilyenkor mindig zavarban vagyok, mert egyik oldalon azt mondjuk, avval kezdtük ezt a mai beszélgetést, tudja, hogy ez a város ez leült. A rendszerváltáskor, amikor a bányákat bezárták, akkor rengeteg ember elvesztette a munkahelyét, és azóta is ezt a válságot nem tudtuk kieverni foglalkozási szempontból. Utána arról beszéltünk, hogy ennek a városnak a délszávhában miatt rengeteg egyéb kára volt. Most van egy lehetőség a város előtt, ami a pólus programot jelenti. Itt arról kell beszélni, hogy akkor az a három irány, amit a városban különböző szakmai szervek, kamara, egyetem, önkormányzatok, én úgy vettem észre eddig, hogy konszenzussal megtalált, illetve kialakított, ez a három irány, ez jó irány. Mondhatjuk azt, hogy a kulturális iparnak a képítés, az egészségügyi területen történő fejlesztések, a közvetvédelmi beruházások, ezek olyan irányt jelentenek, ami hosszú távon ennek a városnak, vagy régió központnak lehetőséget biztosít. Utána a részletkérésekről lehet vitatkozni természetesen, hogy ezen belül melyek azok a programok, amelyek kellenek, amiben beleférhet persze az is, amit a Baldach Gusztáv otthonnak a fejlesztése, hogy a hosszú távon az itt élő idős emberekről is gondoskodjunk, nekik is biztos időskori napokat tudjunk biztosítani, de úgy gondolom azért egy lehetőséget, ami a városnak és az itt élőknek hosszú távon megteremteti, hogy abból a válsághelyzetből végleg kimozduljunk, kár lenne itten ilyen korábbi időszakban rossz tapasztalatok alapján most negligálni. Úgy gondolom, sokkal inkább arról kell a városban a következő időszakban politikai pártoknak, szakmai szereteknek értelmes szakmai vitákat folytatni, ezek közül mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, és nézzük meg, hogy ami nem fér bele majd ebbe a valóban jelentős fejlesztési forrásokba, ahhoz honnan tudjuk előteremteni a forrásokat. Én erre gondolok. Veler úr is még kérdezett, de én most nem adom meg a szót. Most a nézőt tekintjük elsődlegesnek, hiszen nagyon sok kérdés érkezett hozzánk, és mielőtt a harmadik nagy témára, a konkrét városfejlesztési kérdésekre rátérnénk. Én egy kis játékot ajánlok, hogyha belemennek. Nagyon sok a kérdés, arra biztos nem lesz idő, hogy mindenki mindenről elmondja a véleményét. Tekintsük villámkérdéseknek, aki először jelentkezik, az válaszolhat rá. Belemennek a játékba? Mikor szüntetik meg Pécsett a magánparkoló cégeket? Amikor a szerződés lejár, újra lehet tárgyalni. Addig szerződést tisztelet veszünk. Mi lesz a Nádor szálló és a Vágóhíd sorsa? A Nádor szállóra tudok válaszolni tekintettel arra, hogy két héttel ezelőtt tárgyaltam a cégnek a vezetőjével, aki azt az ígéretet tette, hogy 2010-re mindenképpen a Nádor szállónak a belső részét is átalakítják, illetve megvalósítja. A Fehérhegyi kereszteződésben mikor lesz rendőrlámpa?
De senki nem tudja, én tudom, mert tegnap volt itt egy fórum, a közútkezelősök megígérték, hogy még idén, október-novemberben el fog készülni a csomópont. Mi a céljuk a továbbiakban a Pogányi reptérrel? Mennyiben éri meg üzemeltetni? Alig van utas. Én azon gondolkodok, hogy hasonlóan a Budapest, most lehet, hogy nem lesz térszerű, de a budapesti repülőtér ez mindenképpen olyan céget lenne célszerű keresni, aki ezt üzemeltetni tudja hosszú távon szakmai és gazdasági szempontból is. Mindent, mert azért ez egy elég problématikus. Egy mondatot tegyek hozzá, még meg kell vizsgálni azt az új feladatot, ami a kiputapálya hosszabbítását vonja maga után, hisz új előírások vannak, és a biztonságos le- és felszállás miatt ez indokolt elhetőző. Expo ügyben történik elszámoltatás, a beruházással kapcsolatos problémák felelőseit számon kérik el? Hát ha váltás lesz, akkor igen. Ha nem lesz váltás, akkor is, mert én korábban is már jeleztem, hogy mindenképpen, ha engem választanak meg polgármesternek, ez ügyet ki fogom vizsgálni és áttekintem. Úgyhogy minden érintett fél számára megnyugtató megoldást szeretnék biztosítani. Az Expo Centernél miért nem működik villanyrendőr? Közlekedési kérdés. Én se tudom a választ. Szabad mondom akkor, igen. Ott egy bonyolult kereszteződés alakul ki, hisz az egyik belső átvezető út, ami a vasúttól délre lesz az első út, ez ezen a nyomvonalon lett tervezve, ahol az Expo is csatlakozik, és egy hosszú ovális alakú körforgalom fog kialakulni, amit igazából nem lehet majd villanyrendőrrel megoldani, de ezzel a bizonyos körforgalommal nagyon jól meg lehet majd oldani azt az átmenő forgalmat, hogy ne legyen veszélyes. Pécs-Baranya az elmúlt 10 évben lesüllyedt az ország első 3 megyéjéből a sereghajtók közé. Ennek megoldása az önök feladata. Erről beszéltünk, egész eddig próbáltunk mondani. Tulajdonképpen egyet kell megkérdezni, vissza kell, hogy miben is süllyedtünk le az utolsó helyre, mert sok mindenben lesüllyedtünk, lejjebb süllyedtünk, de az utolsó 3 helyről messze vagyunk. Egy kivételével az ipari termelésben, ahol az elmúlt 15 éve, 16 éve soha nem voltunk az élmezőnkben. De az aztán kicsit kívül igaz, hogy az elmúlt 4 esztendőben a relatív helye egyébként a megyének és a régiónak az kicsit kívül csökkent, tehát ment lefelé, tehát nincs az utolsó helyen, de romlott a viszonylagos helyzete, és azért ez aggasztó. Ezek statisztikai számok. Azt, hogy ne csak az jusson szóhoz, aki igen, először jelentkezett, ha szót kaphatok. Persze. Itt Baranya tényleg egy leszakadó térség. Ez most már statisztikailag deklarálva van, a segélyeknél is, vagy támogatásoknál is már a legnagyobb százalékban támogatottak közé tartozunk, ha hozzájuk jutunk. Ez nem baranyai ügy, nem Dél-Dunántúli ügy, ez országos ügy. Azt kell tudnunk, hogy mit ér meg az országnak Pécs, mit ér meg az országnak Baranya, és hogy tudja támogatni a térségünket, hiszen ez, ahogy itt korábbiabban is szó került erről, a térség ipara teljesen megváltozott, szerkezete átalakult, ezen országos segítség nélkül változtatni nem tudunk. Még 2 villámkérdés, aztán át kell lépnünk a 3. témánkra, mert lassan a műsoridő is közeledik a végéhez. Miért nem lehetett a tejüzemet megmenteni? Miképp fektessünk be Pécsbe? Az önök városában például az ipari park nem közelíthető meg a tömegközlekedés által, ahol például ott van az emlegetett Elkotek. Véletlenül néztem Kerényi úr műsorát, a vezérigazgató vagy igazgató műsorát. A televízióban is megígérte, hogyha kiépítik a buszfordulót, buszmegállókat, akkor meg lehet közelíteni. Megközelíthető. Egyébként most buszfordalom van. Köszönöm szépen. Én is föltetném továbbra is a kérdést, tulajdonképpen, hogy arról volt szó, hogy gazdasági érdekek amellett szóltak, hogy itt megszüntessék. A városnak nem volt annyi lobby ereje, hogy ugye a jól ismert céggel olyan megállapodásra jusson, amelyel adott esetben ugye a megyében sok beruházása van, de hogy a városban is valamire jussunk. Hát hogy ez a úgynevezett kedvező környezet a gazdálkodóknak és egyebeknek talán itt nem működött elég. Nem tudták ide csábítani, hogy megtartani azt a bizonyos tőkét, hogy ez ennek van a politikai vonzata, hát én ezt már csak úgy félre merem megkérdezni. Hogyha a végén még lesz időnk, akkor folytatjuk a villámkérdéseket, de most nézzük meg azt az összeállítást, amit a városfejlesztési kérdésekről készítettünk, pontosabban arról, hogy az elmúlt 4 évben mi történt ezen a területen, természetesen a teljesség igénye nélkül.
A 2002 és 2006 közötti ciklusban komoly városfejlesztési beruházások valósultak meg, és számtalan elképzelés született a jövőt tekintve. Bár autópálya Pécset más településsel nem köti össze, mégis komoly közlekedési infrastruktúra fejlesztés történt a városban. Az elmúlt ciklusokban tervezett Pogányi reptér fejlesztési beruházásokra ebben a ciklusban sikerült a városnak fedezetet találnia. 2003-ban átadták az 1500 méteres kifutópályát, 2004 nyarán elkészült a pálya északi és déli oldalán található bevezető fénysor. Az 570 millió forintos beruházás révén megvalósult továbbá az ILS elnevezésű precíziós navigációs rendszer, végül 2005 őszén 1,3 milliárd forintos beruházással megkezdődött a korszerű fogadóépület kialakítása, a belső úthálózat és egy parkoló létrehozása is. Ma Pécsnek nemzetközi repülőtere van, menetrendszerű járatok indulnak Pécs és Bécs között. A másik komoly beruházást, az ISPA projektet, a korábbi ciklusban 1999-ben készítette elő az önkormányzat, ami a végül Európai Uniós támogatást elnyert pályázatát 2000-ben véglegesítette. Az akkori terveknek megfelelő 6,8 milliárd forintos beruházást szimbolizáló alapcsövet 2004. júliusában a Hősök terén helyezték el. Az ISPA első ütemében 33 km szennyvíz gerincvezeték és 19 km ivóvíz gerincvezeték épült meg, 2054 szennyvíz, illetve 1087 ivóvíz házi bekötéssel. Még 2005-ben kiderült, az eredetileg tervezetnél mintegy 50%-kal hosszabb, vagyis csaknem 120 km szennyvízcsatorna hálózatot kell kiépíteni a pécsi ISPA beruházás második-harmadik ütemében. A mintegy 2,4 milliárd forintos többletkiadást jelentő plusz munka a szakemberek szerint nem veszélyezteti az eredetileg kitűzött cél elérését, vagyis a város csaknem teljes területének szennyvízcsatornával történő ellátását. A hálózat fejlesztés nem áll meg. Idén folytatódik a 21 millió eurós beruházás második üteme, befejeződött a közbeszerzési eljárás. Remények szerint októberben már a szerződéskötésekre is sor kerülhet. A kettes ütem A részében Somogy, Vasas és Hír területén készül el a csatornahálózat, a B szakaszban pedig a Mecsek felső karéján, délen pedig a Posta völgyi részen. A rendszerváltás utáni időszak legnagyobb útfelújítási programját indította el városunkban az önkormányzat a Szopiane terv jóvoltából. A projekt keretében mintegy 10 milliárd forintot kíván az úthálózat rekonstrukciójára fordítani a város, emellett egy másik, Pécs 29 úthálózatát érintő közút rekonstrukció is elindult a Mecsek alján. Az úgynevezett TEUT pályázati rendszert a Regionális Fejlesztési Tanács indította el, és már 2005-ben láthatóak voltak ennek a programnak a burkolatjavítási jelei, a beruházás idén tavasszal folytatódott. A komplett projekttel 360 millió forintnak megfelelő fejlesztés valósul meg Pécsett. Elkészült az új kertvárosi autóbuszpályaudvar, bár a nevelési központ melletti ideiglenes végállomást és a régi kertvárosi pályaudvart felváltó létesítmény megépítésének ötlete 1989-ben felmerült már, a város csak 1996-ban kezdett el komolyabban foglalkozni a kérdéssel, és a létesítmény alapkövét csak 2004. júliusában tehették le. A több mint 700 millió forintos beruházás jóvoltából egy 20 ezer négyzetméter alapterületű, korszerű forgalmi épülettel rendelkező pályaudvar biztosítja a zavartalan szolgáltatás feltételeit. Az állomást működtető Pécsi Közlekedési zárt körűen működő részvénytársaság egyébként folyamatosan bővíti buszállományát, az elmúlt ciklusban szinte a teljes járműállományt korszerű Mercedes buszokra cserélte. A városfejlesztés egyik kiemelkedő projektje a Borbála 1-es program volt, ami 2004. novemberében indult. A projekt valójában egy helyi szociál, lakás és foglalkoztatás politikai intézkedés csomagot tartalmazott, melynek célja a leginkább veszélyeztetett lakossági csoportok társadalmi kirekesztődésének megelőzése volt. A szociális város helyreállítási projekt révén felújítottak egy önkormányzati tulajdonú bérlakásokat magában foglaló épületet, rendbehozták a szabolcsfalui Lelovics kertet, illetve 50 munkanélküli képzését oldották meg, és részükre 18 hónapon keresztül munkalehetőséget biztosítottak. A 2002 és 2006 közötti ciklusban sem maradt a város szociális bérlakásépítési program nélkül. Kertvárosban 116 lakásos komplexum alapkövét 2004-ben tették le, és 2005-re készült el.
Mellette a fiatal pályakezdők lakáshoz jutását is támogatta a város, a Koller utcában 64 lakásos, úgynevezett fecskeházat adott át az önkormányzat 2005-ben. Sokáig húzódott a Kossuth tér teljes átalakítására vonatkozó elképzelések, konkrét tervekké formálása. Míg végül a közgyűlés 2006. június 22-én határozott a beruházóról, aki várhatóan 2007. június 30-áig megkezdi a munkálatokat. 350 autó két szinten a föld alatt és egy zöldellő tér a felszínen. Szigorú szabályozás szerint kell majd kinéznie a Kossuth térnek legkésőbb 2008. június 30-áig. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ezen a sok-sok témán már nem fogunk tudni végigfutni, alig negyed óra van vissza a műsorból. Javasolhatom, akkor rangsoroljunk. Repülőtérről, hatos útról beszéltünk már részben, de az utakról még nem. És hogyha megkérdezzük a pécsieket, hogy ők milyen fejlesztést szeretnének a közeljövőben, akkor szinte mindenki első helyen említi, hogy a pécsi utak állapotán igenis javítani kell. Itt hallottunk a Szopiáne tervről, de önök hogyan vélekednek, ez mennyiben jelent majd megoldást, illetve hogyan tervezik a további akat is? Lévényi úr jelentkezett. Egy várost egészként kell, egy komplex egészként kell szemlélni. Én úgy gondolom, hogy ez a város akkor lesz egészséges, hogyha a déli város részét és a történeti város részt, ahol hát most is ülünk, ugye ez a stúdió is itt van a peremén, egy egységes egésznek tekintjük. Ehhez a Pécsi World projektet kéne megvalósítani, amelyik a mostani elszlömösödött ipari területet egy zöld beágyazott nagy intézményeket sok zölddel tudna elképzelni, ahol esetleg egy kelet-nyugati feltáró út is épülhetne, amelyik a város fő közlekedési problémáira nagy megoldást adna, és nem fordulhatna elő olyan tragikus eset, mint hogy a város elkerülő címén, ugye a Kanizsa Dorottyi út folytatásában most vezeti be a kamionforgalmat a Maléterpál utcára, a lakótelep kellős közepére, aminek a tragikus következményét még nem is ismerjük. Na most a Szopiana programmal is csak ez az egy probléma van. 10 milliárd forintot úgy fogunk elkölteni, hogy a város nem határozta meg, hogy mire költsük el. Meghirdette a projektet, kiadta egy vállalkozónak azzal, hogy a vállalkozó fogja a tervezést elkészíteni. Könyörgöm, tervek nélkül semmi nem megy. A tervekbe tudja meghatározni a város a fejlesztési céljait, és a tervek alkalmasak arra, hogy számon kérje, hogy valóban az a cél valósult-e meg, amit el akart kezdeni. Ha mi most egy vállalkozónak kiadjuk még a tervezést is, mit fogunk rajta számon kérni? Egy példát mondanék csak, a Szopiana program első eredményeként megvalósult a Rákóczi út szőnyegezése. Ugye a Zsolnai szobor és a Jókai utca között. Terv nélkül nem cserélték ki a járdaszegélyeket, nem korrigálták, a forgalomtechnika nem készült hozzá. Ezt a pénzt már úgy érzem fölöslegesen, bizonyos mérték fölöslegesen költötték el. Ezt tervezés, jobb előkészítéssel jobban lehetett volna megvalósítani, és a Szopiana program, tehát a közutakra fordított 10 milliárdos programnak a rákfenéjét is ebbe látom. Erre oda kell figyelnünk a jövőben. Én az előbb rosszul mondtam, nincs már negyed óránk, már csak 6 percünk van. Rossz időt néztem én itt a laptopon, úgyhogy mindenkinek csak egy rövid reakcióra lesz már ideje, hogyha végigmegyünk a körön, az is több lesz, mint 6 perc, és bele fogunk csúszni a következő műsorba, és ezt nem nagyon szeretném. Ki folytatná a sort? Egy mondat. Igen? De azt gondolom, hogy a városfejlesztés igen fontos része az intézményeinknek a rendbetétele. Ez a felmérés elkészült, a munka elkezdődött, ezt kell igen nagy gőzerővel folytatni. Kezdjük most akkor azon a végén, aki még nem szólt, Papp András. Én ismét kicsit talán malicius leszek, itt olyan sok szép terv van, kormányfüggő terv van, időnként elgondolkodom azon, hogy vajon ez Gyurcsány úr őszinteségi rohama előtt születtek-e ezek a tervek, és vagy mi az, ami ebből komolyan vehető, és mi ennek az igazságfedezete. De hát ez egy nagy politikai dolog, ugye, hát remélem, hogy a következő városvezetés majd olyan kormánnyal találkozik, amelyeket ezeket az ígéreteket valóban be is tudja hajtani. Két rövid megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az utak, járdák, közvilágítás kriminális állapotban van, ide sokkal több pénzre lenne szükség, hogy megfelelő színvonal legyen. Kettő,
Megítésem szerint a repülőtér egy elhibázott beruházás, az egy presztízs beruházás volt, ezt alapvetően felül kell vizsgálni, figyelemmel arra, hogy most is másfél milliárdos támogatás van a működtetésre, ezt nem bírhatja el ez a költségvetés. Hofbauer? Én úgy gondolom, hogy az ISPAR programnak a befejezése, tehát a második ütemnek a megvalósítás egy nagyon-nagyon fontos szempont a város fejlődése érdekében, hiszen itt is több mint 40 kilométer főgerincvezetéket kell megépíteni szennyvíz tekintetében, és ugyanennyi szinte a víz tekintetében. Ez ma már nélkülözhetetlen a város kulturális kultúrát fejlődéséhez. Tesnádi Péter. Én két dolgot említenék itt a végén. Egyik, hogy a felsorolás nem volt teljes. Ezt mondtam az elején. Igen, de hogy ebben a nap, ezekben a hónapokban készül a belvároson belül a ropos pályázat, amelyik a világörökség helyszíneknek a helyretételét végzi el, és másfél milliárd forintba került. Valóban ennek egy része is hitelből valósult meg, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos. A Szopjáne tervvel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy ez a számítások szerint a város úthálózatának a régóta igényelt javítását elindítja, 40%-ára lesz lehetőség körülbelül. Úgy gondolom, hogy azon kellene gondolkodni a további 60%-nak a felújítására, honnan milyen forrásból tudunk majd támogatást, illetve pénzt szerezni. Két dolog a Szopjáne terv kapcsán. Nagyon konkrét műszaki tartalmat meghatározta a közgyűlés, illetve a szakbizottság. Ezeknek a megvalósítása ebben a bizonyos formában a meglet hirdetve megvalósítható. Még akkor is, ha egyes munkák, nem minden munkát, egyes munkákat majd meg kell tervezni. Másik az ISPA. Nagyon fontos, hogy a második A és B programrész megvalósuljon a közeljövőben. De ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a tavaly átadott egyes ütemnek a első évi záró munkáit és tisztességgel lebonyolítsuk, bezárjuk, és itt hadd bújjon ki belőlem az egyéni képviselő, a Makár oldalnak a bejárása az október hónapban várható, akinek bármilyen garanciális problémája van, az elkövetkezendő egy-két hétben keressen meg, amit tudunk segítünk megvalósítani. Köszönöm. Jévény urat már hallottuk, és Fratonuló úr is szólt ugye ebbe a körben, úgyhogy köszönöm, köszönöm, de sajnos lejárt az időnk. Például az ISPA programról úgy beszélünk, hogy a harmadik ütem az már nem ISPA program. Tudnék, eltibázva a tervezés, az utolsó 2,4 milliárd forint már állami pénz valósul, meg nem EU-s pénzből. A témákat majd folytatjuk, hiszen a műsorsorozat is folytatódik. Még annyit, hogy nagyon szépen köszönjük a nézőknek a sok-sok kérdést, és én azt megígérem, hogy szuvenír gyanánt valamennyi jelenlévő vendégünknek oda fogjuk adni ezeket a kérdéseket, hogyha ők úgy gondolják, akkor válaszolni fognak önöknek személyesen, de legalábbis figyelembe veszik az önök véleményét. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és még egy fontos információ, hogy legközelebb pénteken este 7 órakor találkozunk, akkor a választáson induló polgármester jelöltek lesznek Keresnyei János vendégei, tehát a témát még folytatjuk. Október 1-én pedig élő választási műsorra jelentkezünk majd itt a Pécs TV-n, a Mediterrán Rádióval közösen. Köszönöm figyelmüket, uraim, köszönöm szépen a részvételt, viszontlátásra! Köszönjük.